Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket a legújabb Enigmában, és ahogy megszokhatták, üdvözlöm a stúdióban dr. Rábik János közíró urat, szakértőnket. Köszönöm a meghívást. Ahogy ezt már megszokhatták, kedves nézőink, ma is egy nagyon izgalmas és provokatív témával fogunk foglalkozni. A jelenlegi Európa legfőbb problémája a migrációs válság képében jelentkező iszlám hódítás. Ahhoz, hogy ennek a történelmi súlyát és jelentőségét kellőképpen tudjuk érzékelni, ehhez meg kell ismerkednünk az iszlám vallás alapítójával, az állítólagos Mohamed prófétával, amennyiben élt és valóban prófétának lehet őt tekinteni. Az iszlám vallás eredetével, keletkezésével és annak alapjául szolgáló a Korán című szentnek mondott műnek a keletkezésével. Mennyire tekinthető ez hitelesnek, hogyan függ ez össze a másik két nagy monoteista vallás szent irataival, a Bibliával, főleg az Ószövetségi Bibliával, illetve a Talmuddal és a zsidóságnak az eredetével. Bevezetőképpen csak annyit, hogy tudomásom szerint három fő elmélet, három fő tézis létezik az iszlám keletkezéséről. Az úgynevezett vatikáni tézis, vagy vatikáni elmélet, amely szerint Mohamedet tulajdonképpen vatikáni, hát csúnya szóval ügynökök képezték ki a feladatának az elvégzésére. Létezik az úgynevezett zsidó tézis, vagy zsidó elmélet, és a harmadik az a tudományos, általánosan elfogadott tézis. Én azt javaslom, hogy először foglalkozunk a vatikáni tézissel, mely szerint néhány évtizeden megjelent újságcikkek alapján a Vatikán és Róma az akkor még törzsi viszonyok között élő, főleg beduin arab törzseket arra kívánta felhasználni, hogy Jeruzsálemre kiterjessze a fennhatóságát, amely komoly problémákba ütközött a Vatikán számára, illetve Róma számára a kora középkorban, és ezért kívánták felhasználni, egyesíteni, integrálni, és tulajdonképpen egy etnográfiai fegyverként felhasználni Jeruzsálem krisztianizálására, illetve római katolikus fennhatóság alá vonására. Hát igen, ez az a elmélet, amivel a olvasók megismerkedhettek 2002-ben a Spektrum magazinban megjelent hát tanulmányban. De mielőtt a tanulmánynak a főbb állításait átbeszéljük, érdemes abból kiindulni, hogy azért mi ma az elfogadott főáramlatú álláspont. Az elfogadott főáramlatú álláspont, most csak tényleg két-három mondatban, az, hogy létezett, igen, létezett egy Mohamed nevű arab szentember, akinek látomásai voltak, aki közvetlenül az üzenetet Istentől kapta a közvetítője útján, Gábriel arkangyal útján. Ezeket a kinyilatkoztatásokat ő memorizálta. A vele együtt élő munkatársainak lényegében lediktálta, majd pedig halála után ezt egy egységes keretbe foglalták, és ez lett a Korán, az iszlám vallás szent könyve, amit ugye a muszlimok Isten kinyilatkoztatásaként tisztelnek, tehát ők magukat a könyv vallásának, a Korán, a szent könyv vallásának a követőinek tartják magukat, a muszlimok, és a Korán lényegében egy csodálatos mű,
amely egy embernek adott isteni kinyilatkoztatás alapján, mint egységes egész jött létre, és azóta se változtattak rajta. Hát ez most az elfogadott, hivatalos iszlám álláspont. És eddig tulajdonképpen nagyon az európaiakat ez nem érdekelte, mert egészen addig, amíg az európai fehér ember, a fehérfajú európai ember, az ő saját kulturális hagyományai alapján megelőzte a világ többi részén élő másfajú embereket, sőt, a tudomány és a tudománnyal együtt járó technikai fejlődés révén katonailag is le tudta győzni a világ más táján élő másfajú, más kultúrájú népeket. Ez egészen addig a fehér Európa számára természetes volt, hogy ő a keresztény, elsősorban katolikus, később a protestáns egyházak révén, a keresztény kultúrkörhöz tartozik, és Európára a keresztény vallás volt a jellemző, a meghatározó. Amikor azonban a két világháború következtében lényegében irtotta magát a fehér faj, és azóta is egyfolytában hanyatlik, a helyzet megváltozott. És ezért nagyon is fontos most tudni, hogy ebben a változásban milyen szerepe van annak az iszlámnak, amely valahogy titokzatos módon jött létre, rövid idő alatt óriási területeket, kontinensi területeket hódított meg magának, és igaz, hogy később a fehér emberrel szemben, az európai kultúrával szemben, a keresztény kultúrával szemben háttérbe szorult, de soha nem adta fel azt az igényét, hogy ő egy egyetemes vallás, és tulajdonképpen neki, mint világrendnek, az egész világra ki kell terjednie. És akkor, amikor 2002-ben a Spektrum magazinban megjelent egy Alberto Revira nevű jezsuita szerzetesnek a cikke, akkor az igen nagy feltűnést keltett. Miről van szó? Arról van szó, hogy ez az Alberto Revira, aki nem kevesebbet állít, mint hogy a Vatikán hozta létre az iszlám kultúrát, segítette világra jönni az iszlám szent könyvét, a Koránt, és csinált Mohamedből Isten által küldött profétát. Ez természetesen nagy feltűnést és ellenérzést keltett. És ennek az embernek, tehát Alberto Revirának, vagy Rivera, vagy Alberto Riverának az élete veszélybe került, sok halálos fenyegetést kapott, és végül ételmérgezésben meghalt. Miről, mit állított ez az egykori jezsuita szerzetes, akit a Vatikánba küldtek kiképzésre, bizonyos iskolák elvégzésére, és aki, mikor a Vatikánból távozott, lényegében távozott a katolikus egyházból is, mert protestáns lett, és ennek alapján írta meg azt
a tanulmányát, amely végül is úgy néz ki, hogy az életébe került. Mit írt Alberto Rivera? Ő azt állította, hogy az iszlámnak, mint a kereszténységhez rendkívül hasonlító vallásnak a megszületésében kulcs szerepe volt a Vatikánnak. Na most röviden ismertetném, hogy ezt mivel támasztja alá. Azzal támasztja alá, hogy amikor a kereszténység még a római birodalom fennállása idején, hát tudjuk, hogy Jézus, ha Jézustól számoljuk az időszámításunkat, ugye? Tehát időszámítások után, Krisztus után a római birodalom még több évszázadon át megmaradt. Igaz, hogy 325 körül ketté vált, és a nyugat-római birodalom 476-ban felbomlott, amikor lényegében a germánok elfoglalták, Romulus Augustulus, akkor kis császárt, Odo Vakar, vagy Odo Éker, germán vezér lelökte a trónról, közölte, hogy most már én vagyok itt a császár, tehát 1470-ben a római birodalom véget ért, de a kelet-római birodalom, amelyet később Bizáncként ismerünk, ez a kelet-római birodalom, ez még tulajdonképpen még 1000 évig fönnállott, mert 1453-ban tulajdonképpen hát lett vége, amikor a szeldzsuk törököknek sikerült Anatóliát és Konstantinopoliszt, Konstantinápolyt elfoglalni, amit ugye ma már úgy ismerünk, hogy Isztambul. És az lett a török birodalomnak, amely egyben az iszlám második nagy tehát terjeszkedési időszaka volt, akkor lett ennek a török birodalomnak Isztambul néven a fővárosára. Menjünk vissza. A kereszténység tehát Jézus halála után az apostolok, a tanítványok munkássága révén egyre gyorsabb ütemben kezdett terjedni. Először csak zsidók körében voltak keresztény gyülekezetek, de később ilyen keresztény gyülekezetek megjelentek Itáliában is, és ugye közismert, hogy ókeresztények, az ősi keresztények, azok milyen üldözésnek voltak kitéve, hogy cirkuszi mutatványként vadállatokkal tépették szét őket, és így tovább. Tehát a kereszténység szépen hódított, végül is, ugye a harmadik évszázadban államvallás lett, és fokozatosan ez a kereszténység, ahogy gyengült Róma, mint világi állam, ez a kereszténység építette ki a maga hierarchikus szervezetét, és megszervezte magát, mint politikai hatalmat is. Amelynek tulajdonképpen óriási hasonlóságot mutatott a római császári berendezkedéssel. Igen, igen, tehát ahogy Róma, a világi Róma gyengült, most már elsősorban a nyugat-római birodalomról beszélek, és ahogy fokozatosan kialakul a Vatikán, na mert itt is annyit kell csak hozzátenni, hogy hát ez a Vatikánusnak nevezett rész, amely ugye tulajdonképpen Róma város falain kívül esett, és a Róma város falain kívüli rész, tehát a falak és a Tiberius folyó közti részt foglalta magában. Itt korábban lényegében lóversenyeket tartottak, meg cirkusz épült,
de templomok is épültek, és amikor a kereszténység államvallás lett, akkor bizonyos templomokat, Jupiter templomát átnevezték Szent Péter templomnak, Vénusz templomát átnevezték Szűz Máriáról, és így ezen a területen alakult ki egy ilyen központ, a Vatikánus, vagy röviden Vatikán. De ez a Vatikán egyben egy államnak a létrejöttét is jelentette. Na most, miután ez egy növekvő, erősödő hatalom volt, mert a szellemi irányítás, hogy úgy mondjam, az erkölcsi irányítás, tehát ami rendkívül fontos volt ebben az időben a Rómában élő keresztények számára, ezért a Vatikánban már régóta megfogalmazódott az a törekvés, hogy milyen jó lenne, ha a Vatikánhoz tartozna a Szentföld, vagyis a mai Palesztina, Izrael, és hát elsősorban Jeruzsálem, mint hogy Jézus ott élt, és Jézus sírja ott van. És ezért a Vatikánnak egy stratégiai célkitűzés, hát a Vatikánban ugye megjelenik, ugye a püspökök vezetik a keresztény egyházat, és a Róma püspöke kiemelkedik ezek közül, és tulajdonképpen a pápai hatalomnak a hordozója lesz, de egy rendkívül nagy lelki hatalom is, olyan értelemben, hogy ő Jézusnak, aki ugye Istennek számított, ő volt tulajdonképpen a földi helytartója. Tehát ezért rendkívül nagy tisztelet övezte Róma püspökét, a pápát, akinek a székhelye a Vatikánban volt. Vicarius Christi. Ugye? Na most ezért ők nagyon, nagyon szerették volna, ha a Vatikánhoz tartozik a Szentföld, és főleg ugye Jeruzsálem. De ezt, hát ezen a területen egyértelműen az ókori zsidók laktak, és az ókori zsidókból persze egy rész keresztény lett, Jézus követő lett. Most nem akarok ebben már részletesebben bemelni, mert ez egy külön téma, de minden esetre ezek a gyülekezetek, főleg ugye Pál apostol révén, ugye, aki gyakorlatilag egy olyan erős hittörítő vallását tette a kereszténységet, hogy a kereszténység a többi egyház tulajdonképpen ki tudta szorítani. Tehát egyrészt a politeista, a több istenhívő, különböző ilyen, elsősorban a görög kultúra, tehát mitológiai istenvilágát ki tudta szorítani, ezt a antropomorf politeizmus, ugye emberformájú több istenhit, de ki tudta szorítani a más többi egyházakat is, szektákat mondjuk így, mert ugyanis Jézus halála után rengeteg különböző irányzatot követő szekta is létrejött. Na most ebben a környezetben fokozatosan erősödött az a Vatikán, amely a katolikus, az egyetemes változatát képviselte a kereszténységnek, és megjelennek olyan egyházatják, akik nagyon komoly szellemi és szervező munkát végeznek az egyházépítés érdekében, és ezek közül is kiemelkedik Szent Ágoston, ugye, aki Észak-Afrikának volt a püspöke, és hát olyan hatalmas életművet hagyott maga után, nem csak, hogy megszervezett számos tehát gyülekezetet, hogy létrehozta a különböző tehát szerzetes házakat, és egy hatalmas könyvtárnyi anyagot
gyűjtött össze dokumentációból. És hát alapvető katolikus dogmáknak és doktrináknak volt a megalapozója. Hát, tehát elméleti teológiai tevékenysége igen, is ugye nagyon igen, nagy. Igen, olyannyira, hogy ugye én a Kádár rendszerben jártam filozófia szakra a 5-ös Loránd Tudományegyetemen, ez esti volt, de ott kötelező olvasmány, emlékszek, hogy egy ilyen vastag könyvet el kellett olvasnom, mert csak Szent Ágostonnak a elmélkedései voltak benne. Tehát nem csak a tomizmust tanították nekünk, a Aquinoi Szent Tamást, és hangsúlyozom, hogy ez a kommunista időszakban volt. Most nyilván gondolom még bővebben. Na, menjünk tovább. Szóval ebben az időszakban Rivera tanulmánya szerint, aki azt állította, hogy amit ő leírt, azt ő a Vatikánban már évek óta ott dolgozó magas beosztású jezsuita tudóstól, Agustin Beától kapta, aki később bíboros is lesz, de akkor még nem volt bíboros. És Agustin Bea volt az, aki ott képezte tulajdonképpen a tovább képzésre a Vatikánba küldött jezsuita szerzeteseket, akikhez Alberto Rivera tartozott. És Bea bíboros volt az, aki az ottani a Vatikánban lévő dokumentumok alapján állította azt, hogy a Vatikán döntött úgy, hogy valamilyen módon mégiscsak eléri azt, hogy a Szentföld és Jeruzsálem a kereszténység első számú szentvárosa, az ellenőrzése alá tudjon kerülni, de ehhez a Vatikánnak nem volt elég ereje, és az ottani lakosság a Vatikán ilyen irányú törekvésének ellenállt. Ugye a Vatikánnak nem volt hadserege, nem volt politikai ereje, befolyása olyan, hogy a közel-keletre ki tudja terjeszteni, és itt jön az a zseniális gondolat, hogy majd az arabokat felhasználjuk erre? Na most, mivel most a Rivera verziót mondjuk, ami állítólag Agustin Bea későbbi jezsuita bíborostól származik, aki egy tudós ember volt, hatalmas életművet, német származású volt, hatalmas életművet hagyott maga után. Ez a Rivera változatban, ami megjelent ugye a Spektrum magazinban, az van benne, hogy lényegében úgy döntött a Vatikán, hogy az akkori Közel-Keleten, Észak-Afrikában lévő legerősebb néphez, az arabhoz fordul azért, hogy ez az egyébként erős és harcias nép, amelynek egy jelentős része már a kereszténységet vallotta magának, tehát a keresztény hitet. A keresztény hit valamelyik szektájához tartozott, hogy ezeknek a segítségével foglalja el Palesztinát, a Szentföldet, Jeruzsálemet. És ezért úgy gondolták, hogy sokkal jobban lehetne mozgósítani ezt az erőt, ezt a hatalmas erőt, az arab nomád beduinokat, hogyha lenne nekik is egy saját keresztény nézetekhez közel álló, de mégis egy saját arab profétájuk. És ezért alakult ki az a stratégia, hogy tulajdonképpen a keresztény egyháznak egy arab változatát is létrehozzák. Na most a terv az volt, hogy tehát nem beszélünk még iszlámról, meg muszlimokról, tehát a közel-keleti térségben sokféle vallás van, természetesen ott van a zsidó vallás, ott vannak a különböző keresztény vallási irányzatok. Rengeteg van, ezek rivalizálnak, de
onnan lehet tudni, hogy melyik keresztény, melyik nem, mert mindegyik, amelyik elismerte Jézust, mint Istent, azt kereszténynek lehet tekinteni, még akkor is, ha az összes többi más kérdésben különbség volt köztük. Például Róma püspökét nem fogadta el főnöknek, ilyen is van. Például, igen, pontosan, sőt, nagyon sok nem fogadta el. És hát ugye gondoljuk, hát a kelet-római birodalom egész más irányba ment, tehát Bizáncban a kereszténységnek nem a római katolikus változata terjedt el, hanem az ortodox változata. Tehát elég sok különbség volt, de mégis abban megegyeztek, hogy dominánsan jelen volt az, hogy elfogadták Jézust, Isten, Jézus isteni mi voltán. Na most, tehát az elképzelés az volt, hogy akkor keresnek egy megfelelő embert, aki el tudná ezt a történelmi szerepet játszani. Na most, annyit csak még az arab világról, hogy az arab világban és ezeknél a különböző szektáknál is már ebben az időben több száz éve nagy tiszteletnek örvendett a Kába kő, amely egy hatalmas nagy meteorit lényegében. Igen. És de ebben a tiszteletben is különböző változatok voltak, mert ugye sok ilyen keresztény irányultságú szekta, vallás nem fogadta el a bálványimádást. És akkor, amikor a Kába kőnél is bálványok jelentek meg, és beindult a bálványimádás, akkor ez ellenérzést váltott ki, és így tulajdonképpen még a említett Mohamed megjelenése előtt több száz évvel ezt a Kába kőt megtisztították a különböző bálványoktól. És az, aki ezt, és az ottan összegyűjtött oda nem való, és a hitet sértő, a vallást sértő tárgyakat eltemették a föld alá. És ekkor volt az ember, akit úgy hívtak, hogy Aid Mutabli, azért lényeges ez a név, mert ő volt az, aki ezeket a földbeásott és a Kába kőből eltávolított mindenféle, mert kincsről is szó volt, meg bálványok, ő tudta, hogy hova lett eltemetve. És ezért ezt a Al-Mutablit egy szent embernek tartották. Miért lényeges ez? Mert azok, akik kezdték végrehajtani a Vatikánnak ezt a stratégiai tervét, azok rájöttek arra, hogy van egy fiatal ember, aki lényegében árva, és ezért a kor szokásainak megfelelően rokonaihoz kikerült lényegében a sivatagba, ahol a nomád beduinok életét élte. Ez azért volt szokás, mert ahol nagyobb településeken jobban pusztítottak a betegségek, például a járványok. Tehát ha azt akarták, hogy valaki védett legyen, akkor inkább vidékre vitték, ahol ez sokkal kisebb veszélyt jelentett. Tehát, hogy ennek a szent embernek, vagy szent emberként tisztelték ezt az Al-Mutablit, hogy ennek van egy unokája. És ekkor a Vatikánhoz hű katolikus arabok azt ajánlották a Vatikán illetékeseinek, hogy ezt a fiatal embert kellene tulajdonképpen messiásnak felnevelni. És meg is született a döntés. Amikor ez a fiatal ember, tehát elérte a 17 évet, mert küldtek hozzá különböző szerzeteseket. És végül is
egy Hadidzsák nevű özvegyasszonyt, aki rendkívül gazdag volt, katolikus volt, a vagyonát a Vatikánra hagyta, és szerzetesként, apácaként Zárdába vonult. Ezt előhívták a Zárdából, és azt a megbízatást adtak neki, hogy menjen, keresse meg Al-Mutabrinak az unokáját, Mohamedet, a fiatal ember, és menjen hozzá feleségül, és tegye lehetővé, hogy olyan képzésben részesüljön, hogy aztán azt a küldetést, amit neki szántak, be tudja tölteni. És ez így is történt. Hadidzsák, így hívták ezt az özvegyasszonyt, elment, Mohamednek a felesége lett, és vitte magával egy Varaka nevű unokatestvérét, aki katolikus szerzetes volt, aki elkezdte ezt a fiatal embert kiképezni. Mohamed, aki e szerint a verzió szerint 570-ben született, 23 évig kapta a kiképzést Varakától és a Varakával együttműködő tudós katolikus szerzetesektől. Amikor 40 éves lett, tehát 610-ben, tehát 23 évig képezték, 610-ben, akkor ennek a 40 éves Mohamednek kezdtek látomásai lenni. Ezeket a látomásokat, amelyeket az egy Istentől, Allahtól kapott, Gábriel arkangyal az azt jelenti, hogy az angyalok között főangyal. Arkangyal az azt jelenti, hogy főangyal. Tehát ez a főangyal közvetítette Allahnak a kinyilatkoztatásait, amit az immár 40 éves Mohamed memorizált, és később az ő vele együtt élő munkatársaknak lediktált. És így jött létre tulajdonképpen a Korán. Na most, hogy alakult a dolog? A dolog úgy alakult, hogy a Korán és a Koránt követő muszlimok, azok valóban egy rendkívül erős és sikeres terjeszkedési kampányba kezdtek. Mohamed halála után, ugye 632-től mehetünk föl Poátyéig, 732, pont 100 év, őnekik sikerült meghódítani egész Indiáig a Közel-Keletet és Dél-Ázsiát, sikerült meghódítani az egész észak-afrikai területet, és sikerült eljutniuk Hispánián, vagy az Ibériai félszigeten keresztül eljutni Franciaország közepéig, Poitiénél, ahol Martel Károly megállította őket. Ez egy hatalmas világhódítás, és ekkor ugye a pápa, illetve hát most már ugye pápák soráról van szó, a Vatikán szerette volna, ha azt az ígéretet, amit ő az hódító arab harcosoktól kapott, hogy a Szentföldet is meghódítják, és oda lehetővé teszik a pápai hatalomnak a kiterjesztését, ezt az iszlám harcosok megtagadták. Ők egyszerűen abból indultak ki, hogy nem adnak elsőbbséget a pápa és a Vatikán érdekeinek, hanem ők a saját érdekeiket érvényesítik elsősorban, és ők úgy is fogták föl, hogy az ő háborújuk elsősorban egy hódító háború, ami azt jelenti, hogy nekik az arab
népnek, az arab, mondjuk nem mondjuk nemzetnek, mert még nem volt nemzetté integrálódva, de az arab népnek jár ez a fajta a terjeszkedés, mert erősek, mert harcosak. És így módon ez a dolog nem sikerült, és... Tehát mert ők megszegték a megállapodást, amit megszegték a Vatikánnak. Én most azt a verziót mondom, igen, ezt a amit tézis Rivera írt, mert igen. Aztán vannak más verziók is. Tehát a Rivera verzióját mondom, tehát megszegték, pedig a Vatikán rendkívül sokat segítette őket. Ugye, és hát olyan részletekre nem tértem ki, hogy igen, a felkészítésben az is le van írva a Revira dolgozatában, hogy többek között Mohamed áttanulmányozta Szent Ágostonnak ugye a katolikus egyház eme nagy tanító püspökének az írásait. És egy sor ilyen dolog. De most tényleg be akarom már fejezni. Lényeg az, hogy ellenállt az iszlám, sőt, nem csak, illetve hagyjuk még, ellenálltak az arabok, és nem csak, hogy nem teljesítették azt, ami járt volna a Vatikánnak, hiszen segítette őket, hanem még az Vatikán ellen is fordultak, fegyveresen is. Egyre több területet hódítottak meg. Hát ugye gondoljuk csak arra, hogy Szicíliát, meg Korzikát, meg Szardíniát, stb. Tehát lényegében már egész Itáliát is meg akarták hódítani. Úgyhogy ennek az lett a vége, hogy végül a Vatikán és a pápaság úgy döntött, hogy a kereszténységnek önvédelemre van szükség. És ekkor, de ekkor már túl vagyunk ezer év, tehát az első évezreden, akkor igenis a kereszténységnek önvédelemre van szüksége, és ez az önvédelem tette lehetővé a keresztes háborúk megindítását, amelyek egy darabig igenis sikeresek voltak, mert sikerült a Szentföldet végül is a keresztes háborúk folyamán elfoglalni, ott sikerült egy keresztény államot alakítani, sőt ugye egy német-római császár ré lett a Jeruzsálem királya cím, igen, amit aztán a Habsburgok örököltek, most nem akarok ebbe belemenni. Lényeg az, hogy igenis egy hosszabb ideig a kereszténységhez tartozott a Szentföld. Aztán megint másképp alakult, mert jöttek ugye a szeldzsuk törökök, és nem csak Anatóliát, de hát ezt a vidéket is meghódították. Előtte meg különböző tehát arab síiták, szuniták, tehát különböző arab erők uralkodtak ezen a vidéken, a részletekben nem megyek bele. Ez a verzió azt mutatja, hogy valójában az iszlámot a Vatikán hozta létre, az iszlám tanítások azért állnak olyan közel a katolikus tanításokhoz, a keresztény tanításokhoz, mert lényegében a kereszténységnek egy arabosított, bizonyos fokig primitívebbé tett változatát nyújtottak át az akkori arab világnak, és ezt a megfogalmazást érdekes módon Aquinoi Szent Tamás teszi, ugye a tomista katolikus filozófiának a kidolgozója. Ő mondta azt, hogy igen, lényegében az iszlám az a kereszténységnek egy primitívebb változata, amelyben persze vannak hogy is mondjam, tehát alap különbségek is, mert például mondok egy ilyet, az egyik alapkülönbség az, hogy az iszlám ugyan elfogadja a Szent Háromságot, de egész másképp. Mert a keresztény Szent Háromság az Atya, Fiú, Szentlélek.
ezzel szemben az iszlám szentállamoság az atya, mondjuk Allah, ugye? Jézus, aki azonban nem Isten, csak proféta, és a harmadik Mária, tehát hiányzik a Szentlélek. És ebből rengeteg különbség adódik, amit majd később érinteni fogunk, és rengeteg konfliktus forrása lett. És még az Aquinoi Szent Tamás azt is mondta, hogy igen, ezt a primitívebb vallást azért tudta olyan könnyedén magáévá tenni nagy, több millió ember, mert bizonyos fokig a fegyveres erőt jelentő férfiakat helyezte a nők egésze fölé, és lényegében a férfi társadalomnak, a harcosoknak a nők feletti hegemónia biztosításával tulajdonképpen testi gyönyörökkel jutalmazta azokat, akik erre az vallásra áttérnek. Tehát ez a verzió az, amit én most röviden összefoglalom, ez egy hosszú írás. Ez a verzió az, amit Alberto Rivera Bea Bíborosra hivatkozva leírt. Most térjünk rá, ki ez a Bea Bíboros? A Bea Bíboros, vagyis Augustin Bea, jezsuita, bocsáss tudós. Meg, mielőtt a Bea életművében elmerülnénk, egy-két kérdést tisztázunk, kérlek. Jeruzsálem, mi az oka annak, hogy Jeruzsálem városa olyan fontossá vált az arabok számára, és hiszen nekik Mekke volt a szentvárosuk, a keresztényeknek meg Róma volt az első számú szentvárosuk. Jeruzsálem azért alapvetően a zsidósághoz és a zsidó valláshoz kötődött. Miért, hogy alakult ki az a helyzet, hogy ők aztán azt is szent helynek kezdték tekinteni, vagy második számú szent helynek, és nem akarták onnan kivonni ugye az erőiket? Az iszlámnak lényegében három szent helye van, Mekka, ugye a Kába kő, Szent Kába kő, Medina, és Jeruzsálem. Na most Jeruzsálem azért, mert ugyanis az iszlám vallásban ki a második, Allah után? Mohamed, de Jézus. Jézus is ott van az ő szent háromságukban, sőt sokáig Mohamedet úgy tekintették, mint tulajdonképpen Jézusnak, Jézus az Mohamed elődjének tekintették. Jézust Mohamed elődjének tekintették. Mert ugyanis a Mohamedet úgy fogták föl, hogy ő nem isteni természetű, mint Jézus a keresztényeknél. Tehát mivel Jézust ők prófétának tekintették, de nem Istennek, ez egy nagy különbség. Hogyne. És őt olyan értelemben fogták föl, mint aki megváltó, megmentő, de nem maga az Isten. De elősegíti azt, hogy az ember részesüljön a megváltásnak a kegyelmében. Tehát közvetítő ez arra utal tulajdonképpen Zarathustra, vagy Zoroaster az, aki, tehát a perzsa vallásból származik ez, mert Zarathustrának volt ez a megváltó, közvetítő szerepe, aki megmenti az embereket, és hozzásegíti őket lényegében az örök élethez, az üdvösséghez. Tehát az ő felfogásukban, ennek később nagy jelentősége lesz, majd el is mondom, hogy miért. Mert ugyanis, pont a tudomány az, ennyit vegyünk előre a tudományból, hogy a tudománynak az egyik következtetése az, hogy a Mohamed kifejezés az nem is egy név, hanem az egy inkább egy tehát Ahmed, meg Mohamed,
ez inkább arra enged következtetni, hogy ez valójában egy funkciót jelölt, a megmentőnek a funkcióját. Mint ahogy Jézus nevében is ott van, hogy Jézus nem csak Jézus, hanem Jézus Krisztus. És mit jelent a Krisztus? Felkent. Felkent. Aki arra van felkenve, hogy Isten népét tulajdonképpen elvezesse tulajdonképpen ugye az ígéret földjére, illetve az Istenéhez vezesse. Tehát a Krisztus is egy funkcióra utal, és a tudomány egyik verzió, hogy a Mohamed szó is, Mohamed szó is nem egy nevet, hanem egy funkciót jelöl, és ezt azért mondják, hát akkor egy kicsit megelőlegezem, majd vissza fogunk térni, de megelőlegezem, hogy az eddig elmondott verzióból a történelem tudomány nem tudja elfogadni azt, hogy Mohamed, a muzulmánok és a Korán és az iszlám tette lehetővé az arab hódítást, mert az arab hódítás az megtörtént. De egyetlen egész 60 évig egyetlen egy dokumentum nincs arról, ahol sem iszlámon kívüli, se iszlámon belüli, egyetlen sincs, ahol említenék ezt a szót, hogy iszlám. Vagy említenék ezt a szót, hogy Korán. Vagy említenék ezt a szót, hogy Mohamed. 60 év. Jó, hogy Jézus után is volt körülbelül 20 év. Jézus halála mennyben menetele után. Ugye volt egy olyan körülbelül 20 év intervallum, amikor kezdtek a róla szóló írások megjelenni. Ugye addig ott volt a hagyomány, ott volt a szájhagyomány, ott voltak a történetek, de az írásba foglal, de az, hogy eltelik Mohamed 632-ben lévő halálától 60 év, tehát 691-ben találnak olyan érmet, ami rajta van, hogy Mohamed, de egy kereszt van rajta. Na most az, hogy kereszt van, a kereszt sose volt az iszlámnak a jele, tehát erről arra lehet utalni, hogy ha Mohamed kvázi Jézusnak, mint profétának az utóda, akkor nyugodtan ott lehet a kereszt. És ilyen értelemben az is a tudománynak egy felvetése, hogy a Mohamed szó ugyan most már nevet jelent, egy profétának a nevét, de egy profétának, egy legendának a nevét, Arthur király, Robin Hood, Tell Vilmos, Macbeth, és így tovább. Sok ilyen van. De hogy azt jelentette, hogy megváltó akkor, ha jól értem. Megmentő mondjuk. Megmentő. Tehát akkor Jézusra is utalhatott. De hát arra azért mégiscsak választ kell adni, hogy miért nincs szó arról, hogy Mohamed, miért nincs szó arról, hogy iszlám, miért nincs szó arról, hogy muszlim, és miért nincs szó arról Korán, amikor mondjuk mennek és az arabok elfoglalják mondjuk Hiszpániát, és megalapítják a kordovai kalifátust. Miért nincs róla? Miért nincsenek történelmi? Majd elmondom, hogy mi van, mert van egy pár dolog, de ezt majd később mondom el. Tehát visszatérve tehát Alberto Riverának a tanulmányára, amit ő, Augustin Bea, jezsuita tudós, későbbi bíboros szájába adott, azt lehet mondani, hogy rendkívül kétséges ennek a hitelessége. Rendkívül kétséges. Azt is föl lehet vetni, és a bírálók ezt föl is vetik, hogy vagy hát Rivera ad olyasmit be a bíboros szájába, amit a sosem mondott, és akkor lényegében ő a saját verzióját adja elő, amit nem tud bizonyítani. Vagy lehet, hogy tényleg ezt hallotta be a bíborostól, de akkor azt kellene bizonyítani, hogy ezt tényleg hallotta be. Mert
Miért kétségeses? Azért, mert ez Augustin Bell bíboros, aki például a második vatikáni zsinatnak a szellemi vezetője volt, persze a pápa ott az első számú ember, de ő, mint tudós, ő volt tulajdonképpen a motorja a második vatikáni zsinatnak, óriási életművet hagyott hátra, és életművének a kutatói állítják, hogy sehol ehhez hasonlott az ő tanulmányaiban több százat írt, és vastag könyveiben abból is sokat írt, egyikben sincs erről szó. Tehát valószínű, hogy nem Bell bíboros volt az, akitől a Rivera-féle verzió, amely aztán világszerte nagy feltűnést keltett, származott. Nem lehetséges, hogy Rivera igyekezett ezzel lejáratni az általa akkor már elhagyott, ő általa ugye hátat fordított a Vatikánnak és a katolikus egyháznak, a jezsuitizmusnak, sőt protestánsá lett, tehát tulajdonképpen a idézőjelben a felekezeti ellenséghez kapcsolódott, vagy csatlakozott. Nem lehetséges, hogy az ő részéről ez egyfajta ilyen szellemi bosszú, vagy lejárató kampány lehetett a Vatikán na szemben? Én nekem az a véleményem, hogy valamit hallhatott, és ő azt kiszínezte. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ebben az időben már jelen volt a Vatikánban is a szabadkönyvesség, mint ahogy most is jelen van a szabadkönyvesség, az nem véletlen, hogy a jelenlegi pápát a napokban tüntették ki Európa legmagasabb szabadkönyves díjával, a Károly díjjal, a Karajspej, tehát a Karlspreisel. Tehát nyilvánvaló, hogy nem véletlenül adták az európai szabadkönyvesek legmagasabb díját. Ugye elvitték a Vatikánba. Tehát már jelen volt, és amiről még nem igen beszéltem, de majd fogok róla beszélni következő alkalommal, hogy nagyon fontos szerepe volt ennek a Rivera dolgozatnak, hogy ez teljesen más értelmet adott a fatimai tehát csodának, Szűz Mária megjelenésének, mert ugyanis Fatima, amely ugyan Portugáliában egy helységnek a neve, és akkor kapta, amikor az iszlám oda bevonult, de Fatima az nem volt más, mint Mohamed lányának a neve. Egyes tudósok azt mondják, hogy nem a lányának volt a neve, hanem az anyjának. Mindegy, Mohamedhez köthető, mert vagy a anyja volt, vagy a lánya volt. És akkor már működött a Vatikánban a második vatikáni zsinat, ezt megerősíti, hogy már törekedtek egy egységes világegyház létrehozására, egy szinkretikus világvallás létrehozásába, amely azt jelentette volna, hogy igen, integrálják például a katolikus és keresztény egyházakat például az iszlámmal. És ebben a vonatkozásban lehet, hogy végzett kutatásokat tényleg Bell bíboros, mert Bell bíborosnak a munkásságának a csúcsa az a második vatikáni zsinat. És az se véletlen, hogy második János pápa háromszor is elzarándokolt Fatimába. És onnan alakult ki a katolikus kék világmozgalom. Vagyis az egész arab vagy az iszlám világot megrázta, megrendítette ez a dolog, és ilyen módon mégiscsak azt lehet mondani, hogy valami komoly alapja mégiscsak volt annak, hogy Rivera ezt a dolgozatát közé tette. Sajnos lejárt a műsoridőnk, úgyhogy azt javaslom, hogy a Fatima szerepét a
a római katolicizmus és az iszlám világ közelítésében vagy integrálásában, illetve a vatikáni elmélet kritikáját azt majd a következő adásban tárgyaljuk meg. Köszönöm szépen ezt a nagyon-nagyon izgalmas gondolat ébresztő beszélgetést, János, és akkor tulajdonképpen ezt folytatjuk majd ennek az elméletnek a kritikájával, illetve a tudományos elméletnek a kifejtésével a következő adásban. Nagyon köszönöm a beszélgetést, János. Nézőinknek megköszönjük figyelmüket, további szép estét, szép napot kívánunk, és kérjük, hogy tartsanak velünk a következő adásainkban is. A viszontlátásra!